Köszöntöm a Tolnatáj televízió nézőit, Csobán Katics Bernadett vagyok. Önök a Bonyhádi Naplót látják. Mutatom mai adásunk tartalmát. A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek Bonyhádon is. Február végén töltötte be 95. életévét Bajor László, egykori iskolaigazgató. A böjti időszakban fontos, hogy vállaljunk lemondásokat, több jó cselekedetet tegyünk. A Német Önkormányzat rendezvényének központjában az evangélikus templomok álltak. Az országgyűlés 2000-ben elfogadott határozata értelmében február 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Ez alkalomból tartottak megemlékezést Bonyhádon is, az országzászlónál. Az emléknap előestéjén arra a több százezer magyar emberre emlékeztek, akik a kommunizmus áldozataivá váltak. Ma, holnap már a testemet sem érzem. Annyit rúgták, motozták, fogdosták. Annyira nem enyém a bőröm. Tán észre se venném, ha lenyúznám. Trénárd Ödön Striptease című versével vette kezdetét a kommunizmus áldozataira való megemlékezés Bonyhádon. Az igazság mindig utat tör magának. Az eseményen ezzel a gondolattal indította beszédét Tóth Bence, történelem tanár. De mi is az igazság? Tehetjük fel a kérdést. A magyar nyelv értelmező kézi szótára szerint a helyesen felismert valóság az, ami a valóságnak megfelel. A valóságot letagadni pedig nem lehet. Meg lehet próbálni, de milyen botor embert kell ahhoz, hogy ezt megtegye. Önkéntelenül is eszébe jut az embernek George Orwell leghíresebb regénye, az 1984. Tökéletes leképezése minden diktatórikus rendszernek, melyekben az embereket el akarják szakítani a valóságtól, mégpedig úgy, hogy megmásítják a valóságot. Erről szólt a kommunizmus. Cenzúra, kolhozosítás, padlássöprés, koncepciós perek, csengőfrász, lefüggönyözött fekete autó, kitelepítés, internálás, gulág. Pedig milyen sokan vannak továbbra is, akik tagadják a valóságot. Nem csak azt a valóságot, ami van, hanem azt a valóságot is, ami volt. Persze ez is a kommunista eszme része. A múltat végképp eltörölni. De legalábbis megmásítani. Ők azok, akik továbbra is a kommunizmusban és annak testvéreszméiben hisznek. És nem csak föld alatti mozgalomként, mint tették a 100 évvel ezelőtt, hanem nyíltan a hatalom közelében, vagy akár hatalmon lévőként is. És nem kell elmenni Kínáig, Észak-Koreáig. Elég körülnézni Európában, az Európai Unióban. Ott a nagy nyugaton soha nem tapasztalták meg ezt a pusztítást, nép, test és lélekírtást, mint mi, Moszkva és Pribékjeinek igája alatt. Ők azt látták és látják benne, amit Marx, Engels és a többiek hangoztattak. Hogy a kommunizmus nem más, mint a kizsákmányolástól mentes társadalom kialakítása, ahol megszűnik a magántulajdon, az emberek képességeik szerint vesznek részt a termelő munkában, és csak valós szükségleteik szerint akarnak részesedni a munka gyümölcséből. A megemlékezőknek Pál Zsolt írásának egy részlete szolgált magyarázatul arra, milyen emberek is voltak képesek ilyen kegyetlen tettekre, amik sokak életét követelték. Nem emberek tették mindezt, mert a kommunista nem ember, ahogy a kommunizmusnak sincs köze az emberiséghez. A magyarság megtanulta, hogy a humanizmus ellentetje a kommunizmus, a sátán metaforája a bolsevik, a népbíró, a munkásőr és a párttitkár, és ma a liberális és a szocialista. Mindenhol nemzetidegen, mindenhol jelen van. Egyszer internacionalista, máskor kozmopolita, attitűdje farizeusi, mozdulata morális kútmérgezés. Egyik részük a szabadkőműves páholyokból jő, másikuk a külvárosi proli negyedeiből. Egyik kufárgőggel gyárt ideológiát, másikuk hóhérperverzióval öl. Tudálékos, alattomos, látszólag megalkuvó, valójában szellemének egyetlen iránya van, uralkodni. Kánonja a pribék morál. Felismerszik, mikor a szentséget és a szépséget lekacagja, az erkölcsöt mérgezi, az istenit gúnyolja, az emberit megveti. Az Isten viperák fajzatának nevezte. Ember még nem tudott nevet találni neki.
Mindenhol ott van, ahol ölni és rabolni lehet. Orrából vérszak fújtat, szemét az irigység hunyorítja. Ott van, ahol bitó és giotin és vérpad magasodik, ő a nyomorúság vámszedője. Mindent anyagban mér, a lelket nem ismeri. Szaporaságát csak kaméleon szelleme múlja fölül. Bárhova megy, mindenhol idegenül áll. Otthontalan, az emberiség élősködője. Mindig mások ellenségeként határozza meg önmagát. A városi megemlékezés keretében a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére koszorúkat, mécseseket helyeztek el a város előjárói mellett az oktatási intézmények képviselői, civil szervezetek vezetői. Az egykori iskolaigazgató, közéleti ember Laci bácsi vallja, hogy alkalmazkodnia kell környezetéhez, nem engedheti meg magának sem a búslakodást, sem pedig azt, hogy panaszkodjon, ha egyszer a körülötte lévők nem így érzik magukat. Azt gondolja, talán a genetika lehet a szép életkor titka, de abban is biztos, hogy szerető családja is sokat hozzátett ahhoz, hogy február végén megünnepelhette 95. születésnapját. A bonyhádi születésű Bajor Lászlót, egykori tanárt és iskolaigazgatót eredetileg a mezőgazdasági pálya vonzotta, de az élete máshogy alakult. Ahogy mondja, egy pillanatát sem bánta meg, így 95 évesen visszatekintve az elmúlt évtizedeknek, és hogy mi a hosszú élet titka. Nem másra nagyon sokat gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az ember hosszú életének a titka azon múlik, hogy egészségben végig tudja élvezni ezt az időszakot, hogy milyen a családja, milyen a munkahelye, és milyen a környezete, társadalma. Ezek együttesen adják tulajdonképpen azt, hogy az ember milyen hosszún marad itt a földön. Nem tudnak semmi különöset mondani, ami talán befolyásolta azt, hogy én ilyen hosszú életű leszek. Valószínűleg a család eredetéből is fakad, mert a nővérem most éli a 100. évét. Az embernek a körülményei meghatározzák, hogy mit tud tulajdonképpen az életébe beiktatni. A sport, mivel testnevelő tanár voltam, tehát kint elég sok tornát vittem, illetve sportot folytattam. Különösen a kosárlabdával foglalkoztam sokat, 24 évig voltam kosáredző. Ez is biztos hozzájárult, amikor már a sport egy kicsit nehezemre esett, akkor meg elkezdtem a kert ápolását. Volt egy 500 négyszögöles telkem, amin 64 fa volt, és az bőven elegendő volt ahhoz, hogy a heti vagy a napi nyugdíjas időszakomban napi elfoglaltságot jelenthesse. És a fizikai munka az mindenféleképpen nagyon sokat segít abban, hogy meghosszabbítja vele az életét az ember. Én eredetileg mezőgazdász akartam lenni, földműveléssel, állattenyésztéssel akartam foglalkozni, de mivel édesapám tanító volt, az elhatározta is végre, nem úgy, mint most, hogy külön-külön megválaszthatja a szakmáját az illető. Azt mondta, hogy én Sopronban végeztem, a nagyapád is ott végzett, te is ott végzel. Tehát hagyományt tisztelni kellett, és így Sopronba kerültem 43-ba tanítóképzőbe, és ott is végeztem. Nem bántam meg. A gyerekek jelentették az ember számára azt a pályának a szépségét. Én nagyon szerencsés embernek tartom magamat, mert nagyon jó tantestületben, nagyon okos, rendes, helyes, aranyos gyerekek között taníthattam. Most is még nagyon sokszor vissza-vissza térünk
tanítványokkal, amikor az utcán találkozunk, vagy valamilyen összejövetelen, azokra az időkre, amikor testnevelőként együtt tanultunk. Nagyon jó volt a kapcsolatom velük, és éppen ezért nem bánom, hogy ezt a szakmát választottam, illetve végeztem el, és kerültem az iskolába, mert nagyon-nagyon sok örömöt szerzett. Tulajdonképpen az iskola meghatározta a teendőimet, mert ahhoz, hogy az iskola és a város jó kapcsolatban legyen, ahhoz csak úgy lehetett dolgozni, hogy ezt a kapcsolatot ápolni kellett. És azzal, hogy funkciókat vállalt az ember, sokszor a időn túli, tehát a napi munkaidőn túl is, ez egy természetes dolog volt, és az, hogy jó legyen az iskola és a társadalom kapcsolata, a környezet, a város kapcsolata, ahhoz ezeket a funkciókat vállalni kellett. Sokszor gondolkodtam már rajta, hogy behelyettesítettem magam egész más funkciókba, egész más feladatokba, és mindig arra jöttem rá, hogy ez volt az igazi. Ott nem találtam volna úgy talán föl magam, mint ahogyan itt feltaláltam magam. Laci bácsit az önkormányzat is felköszöntötte a 95. születésnapja alkalmából, amit meghatott szívvel fogadott. Javában tart a bőti időszak, mely felekezetektől függetlenül egy lehetőség arra, hogy önmagunkkal találkozzunk, fejlődjünk azáltal, hogy megtanulunk lemondani számunkra fontos dolgokról. Az étkezés tekintetében már a katolikus egyház enyhített a szigorú szabályokon, így a hamvazó szerda és a nagypéntek az, amikor a 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, húsmentesen. Nagy bőt, ez a húsvétot megelőző 40 napként szoktuk emlegetni. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Erre van egy előkészületi időszak, ez a bizonyos 40 nap, és aztán utána van egy 50 napos ünneplés, a húsvéti időszak. A nagy böjt a hamvazó szerdán kezdődik, és a húsvétig tart. Ez egy mozgó ünnep, ugye, ami a húsvéttal együtt mozog, mert ugye a húsvét a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap. Ehhez képest számolunk vissza 6 hetet, plusz a nagy böjtnek az eleje a hamvazó szerdától, mert a vasárnapi napok leszámítódnak. Tehát így tulajdonképpen 40 napnál hosszabb az időszak, mert hogy vasárnap ugye nincs böjt. A böjtnek igazából a lényege az, hogy megpróbáljunk a testünk felől inkább a lelkünk felé fordulni. Tehát a böjt alapvetően valamilyen lemondást és a lélek és az Isten felé való fordulást jelképezi, ez a központi gondolata. A böjti fegyelem az valójában mindig változott az egyház 2000 éves múltjában, mindig egy kicsit alakítottak ezen a kornak megfelelően. Van ennek egy nem túl szigorú szabályozása, ami úgymond kötelező, tehát hogy a nagybőjt péntekjein nem szabad húst enni, illetve hamvazó szerdán és nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani, azaz csak háromszor szabad étkezni, és nem szabad húst enni. Az a tapasztalat, hogy ezen kívül is van az embereknek igénye valamilyen lemondásról, mert hogy minél több dologról tudunk lemondani ebben az időben, annál jobban tudunk a húsvétra készülni. Tehát itt igazából mindenkinek a saját fantáziájára is rá van bízva az, hogy mi az, amiről szeretne lemondani a böjti időszakban, tehát hogy van, aki nem iszik alkoholt a nagybőjtben, vagy nem eszik édességet a nagybőjtben. Nem csak a lemondást jelenti a böjt, hanem a több imádságot és a több jó cselekedet végzését is, tehát ebben is valaki gyakorolhatja magát a nagybőjti időszakban, és így tud
jobban fölkészülni a húsvétra. Ez mindenképpen a szentmisében, a liturgiában is egyfajta csendesebb időszak, kicsit a mise liturgiája is változik, nem énekelünk dicsőséget, illetve Alleluját. Legtöbb templomban a díszes főoltárképet egy egyszerűbb kereszt szimbólummal letakarjuk, ahogyan ez Bonyhádon is látható. A misének, illetve a liturgiának a színe a lila, ami egy kicsit így a komorságával, az egyszerűségével erre a készületi időre hívja föl a figyelmünket. Ilyenkor az élő vágott virágok sem kapnak helyet a katolikus templomokban. Aranyszájú Szent János tanítása pedig a következőképpen hangzik erről az időszakról. Böjtölj a lábaddal, és ne járj a bűn útján, keresd a keskeny utat, amin Jézus vezet. Böjtölj a szemeddel, és ne nézz bűnös dolgokat, hanem gyönyörködj Jézusban. Böjtölj a száddal, és ne kritizálj, ne panaszkodj, inkább dicsérd az Istent. Böjtölj a kezeddel, és ne cselekedj bűnt, hanem tegyél jót, amikor csak tudsz. Böjtölj a füleddel, és ne figyelj a pletykára és a hazugságra, hanem hallgass Isten hangjára. Kedves testvérek, református hagyományban a böjt kezdetét a böjt első vasárnapja jelenti, amikor a református gyülekezetekben az úrasztalát megterítjük, a gyülekezet úrvacsorai közösségben ünnepli a böjt kezdetét. Majd pedig következnek a böjti vasárnapok, amelyek elvezetnek minket a húsvét előtti nagy héthez. Ennek kezdetét jelzi a virág vasárnap, amikor Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Majd pedig a nagy hét fontosabb eseményei, nagy csütörtök, Jézus utolsó vacsorája a tanítványaival, nagypéntek, ami egy kiemelt ünnep a református hagyományban, amikor mindig ünnepi istentiszteletet tartunk délelőtt 10 órakor. A református hagyományban a húsvét vasárnap a nagy ünnep, amikor az úrasztalát megterítjük, ünnepi istentiszteleten gyűlünk egybe. És a böjt lényegét összefoglalva egy bibliai idézettel szeretném zárni, ami Ézsaiás könyve 58. részében található, így szól Isten igéje: nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármod. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény hajléktalant. Ha mezítelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Így szól az Úr igéje. A böjti időszakban fontos, hogy a keresztények három dolgot komolyan vegyenek: a napi imádságot, a böjtölést, azaz a valamiről való lemondást, és az irgalmasság gyakorlását, vagyis a folyamatos adást, adakozást. János evangéliumában mondja Jézus a főpapi imádságában: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A gonosz jelenléte az tulajdonképpen az, ami a böjti időszakban részben kihangsúlyozódik, hiszen pontosan ilyenkor nézhetünk szembe kísértéseinkkel, azokkal az élethelyzetekkel, amelyekben az ember el tud bukni. De ugyanez az időszak alkalmas arra is, hogy arra a mennyei atyára tekintsünk, aki az ő fiát, Jézus Krisztust megváltóul küldte számunkra. Ő az, aki az embert ezekben a kísértésekben megerősíteni tudja, és végig tudja vezetni azon az úton, amelyben változhatunk.
Valahogy olyan az, amikor az ember elmegy a szüleihez, és kizökken abból a mindennapból, amiben általában van, és ott valami egészen más fogadja. A bőjt pontosan erre akar bennünket vezetni, arra a megtisztulásra, amelyben a mennyei atya jelenlétében változhatunk. Így készülünk a nagy hétre, Jézus halálának emlékére és a húsvéti örömünnepre. A bonyhádi német önkormányzat megtartotta idei első rendezvényét. A település művelődési házába invitálták az evangélikus templomok története után érdeklődőket. Az eseményre, ahol drónfelvételek is helyet kaptak, természetesen nem csak a német gyökerekkel rendelkezőket várták. Ezt és ehhez hasonló drónos felvételeket is láthattak mindazok, akik elfogadták a bonyhádi német önkormányzat meghívását idei első rendezvényükre. Ez egy különleges dolog, hisz Szentes Gábor drónpilóta, és a környék, nem csak Tolna, hanem Baranya megye összes evangélikus templomaiban repült, és be tudja szépen mutatni. Ez volt egy olyan indítatás, hogy hívjuk meg őt, hisz ilyen még nem volt. Én se láttam még ilyet, valamint a bonyhádiak sem. Második világháború után a kitelepítés során nagyon sok evangélikus lakost telepítettek ki, és a templomok hívők nélkül maradtak. Vannak gondok, ahol van, amelyik templom már összedőlt, és van, amelyiket pedig fel kell újítani. Ez is rávilágít arra, hogy ezek az evangélikus templomok milyen állapotban vannak. Nagy öröm például az, hogy Murgán elindult a templom felújítása, Szabó Margit felkarolta, és egy lelkes társaság nagyon sokat dolgozik azon, hogy ez megvalósulhasson. Az első körben már erre kaptak is pénzt, és folyamatos a felújítás. Az esti előadás témája tehát az épített örökség volt, az érdeklődők a felvételeknek köszönhetően madártávlatból láthatták a Tolna és Baranya megyei templomokat. Nem tudom, hogy pontosan hogy és mint lesz ilyen spontán, mert elő fog jönni a drónozás, hogy kezdődött, mint kezdődött, hogy kerültem be az evangélikus templomokba és a többi templomba, mert nem az evangélikus templomok. Ról szól ez most már, hanem mindenről. Tehát ami jó, ami szép, amit föntről meg lehet mutatni, amit a madarak látnak, lentről viszont mi nem. Mondjuk egy tavasszal, amikor kikelnek a növények, és az egyik táblának ilyen színe van, a másiknak olyan színe van. Régen, amikor a régi időben szántottak, akkor milyen görbék voltak a borozdák. Most meg GPS alapján, ugyebár amin a drón is tájékozódik, nyíl egyenesek, gyönyörű. Először kint csináltam a templomokról a videókat, repülgettem. Az evangélikus templomokról szól az előadás témája. Úgy van meghirdetve, hogy a völgységi evangélikus templomok, de nem szabad elbontani. Tehát a Tolna baranyai összes evangélikus templomnak itt van a helye az előadáson. Ezeket csodálatták meg a vetítés keretében mindazok, akik áldoztak idejükből erre a német önkormányzat által szervezett előadásra. Szász Gábor építész a murgai templomban talált időkapszuláról beszélt a kora esti rendezvényen. Tulajdonképpen kiegészítem a fő attrakciót, a Szentes Gábor előadását egy képes beszámolóval és rövid szöveggel arról a építkezés felújítás során fellelt alapkőről, egy kőládáról, ami a murgai evangélikus templom felújítása során került elő. Egészen véletlenül, amikor a fal szigetelési munkákat végezték, átfűrészelték a fal testet, akkor derült ki, hogy ez a láda az oltár mögötti falfülkében van elrejtve, ami belülről teljesen el volt falazva, tehát nem volt ismert, hogy hol a pozíciója. Az építés történeti kutatás említette, tehát tudható volt, hogy valahol falazatban elrejtettek egy ilyet, és már kétszer ki is bontották a múltban, viszont az aktás pozíciója nem volt ismert. Szinte mindenhol találni valamit. Jellemző az, hogy időkapszulákat elhelyeznek az elődeink, de jellemzően nem ezekben a pozíciókban, tehát általában egy-egy templom torony kereszt alatti gömbjében, vagy csillag alatti gömbjében, és ott elég jó állapotban át is vészelik ezeket az időket. Itt most egy
sötét, kicsit nyírkos, párás közegben volt ez elrejtve, ami a kőnek magának nem ártott, de benne az időkapszulának, ami pergament is tartalmazott, annak már bizony igen. Nem bontották még ki a levigaszolt üveget, az majd egy papírrestaurátor dolga lesz, egyelőre előkészítés alatt van. Az évindító rendezvényt követően a Bonyhádi Német Önkormányzat számos programmal készül még 2023-ban. Ebben az évben több olyan filmvetítés is lesz, ami a németség kitelepítéséről szól. Április 30-án lesz itt Bonyhádon a Deutsche Bühne Ungarnak egy előadása, és ez egy interaktív előadás. Erre is nagyon készülünk. A beszélgetés a németség múltjáról és jelenéről címszóval ellátott esemény nem csak a helyieket mozgatta meg. Én nagyon örülök neki, hogy nagyon mozgathatóak. Most is eljöttek a Parhantról, de nem csak a szűk környékről jöttek Teverről, hanem még Szekszárdról, Kalaznóról, Mucsiról is eljöttek, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy érdekli az embereket. Volt már könyvbemutató is, és a Spinstubét is szervezzük, ami egyedülálló szinte az országban készítettünk, és egy roll-up kiállítást. Most készül egy kiállításunk a pacskerokról. Tehát rengeteg mindent teszünk, és bízunk abban, hogy érdekes programokat tudunk összeállítani, és hogy majd a következő generáció is ezt átveszi, és továbbadja mindazt, amit mi eddig megteremtettünk, vagy amit már mi is örököltünk az elődeinktől. A reformáció 500 éves megünneplésére itt Bonyhádon került sor az evangélikus gimnáziumban, és erre az alkalomra az evangélikus egyházközség készítetett egy rollápot, mégpedig a völgység minden evangélikus templomáról. Erről Máté Réka készítette a fotókat, és készült egy rolláp kiállítás, és mivel ez pont ide illik, megkértem Esperes urat, hogy hozza le ezt a kiállítást. Ez is színesítette a Vörös Marti Mihály Kulturális Központ aulájában megrendezett eseményt. Önök Bonyhádi Napló című műsorunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!